Kenderesi Tamás, Jászó Ádám, Konkoly Zsófia és Iván Bence is részt vett azon a rendhagyó edzésen, amit Reisz Dániel, a Dobozmozgás Központ vezetőedzője tartott a PSN ZRT úszóinak. A Pécsi Mozgásközpont és a Magyar Úszószövetség együttműködésének köszönhetően ez a négy sportoló már heti 2-3-szor funkcionális edzéssel is készül, az olimpiára és a paralimpiára. Most a megfelelő bemelegítés fontosságáról tanultak elméletben és gyakorlatban egyaránt. Szerintem nagyon fontos egyébként, csak bevallom, hogy azért én is kicsit elszoktam ezt így linkeskedni, mert ugye bemelegíteni senki se szeret, még így minden előtt, amikor esetleg fáradt az ember, meg akkor kelt föl, meg minden, és még nincsen benne annyira az edzésben. Ugyanakkor meg fontos a sérülés megelőzés szempontjából is. Még Kenderesi Tamásnak erősítő edzései vannak, a paralimpiára készülő Iván Bence ízületi mozgékonyságát kell növelni a száraz edzéseken. November óta személyedzővel dolgozok, ilyen nyújtó gyakorlatok vannak nekem heti kétszer, és egy alapos bemelegítés után a vízbe is szokott lenni egy 20 percig versenyek előtt, de általában ilyen egynapos versenyen úgy szoktam, hogyha több számot úszok, akkor második, harmadik, negyedik számra melegszek be így rendesen, de amikor ilyen egynapos van, akkor ott nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bemelegítésre. Az általános bemelegítés után a speciális, majd az egyéni bemelegítés kerül terítékre, mind elméletben, mind pedig gyakorlatban. Sajnos a bemelegítés egy unalmas dolog, nem csak az átlag sportolók számára, de a versenysportolóknak is ez egy kihívás a versenyek előtt. Ezért ezzel úgy gondolom, hogy talán könnyítek ezen nekik, hogy kapnak egy gyakorlatsort, amit versenyek előtt csak elővesznek. A képzésen dr. Váci Márk egyetemi docens köszöntötte a résztvevőket és megerősítette, hogy az egyetemmel kötött együttműködési megállapodás értelmében komoly sportlaboratóriumi támogatásra számíthatnak a jövőben a sportolók. Az egyetemen mi azt tanítjuk, hogy a bemelegítésnek vannak általános blokkjai, viszont úgy gondolom, hogy az úszásban a speciális bemelegítés az egy nagyon fontos eleme a bemelegítésnek. Köztudott, hogy az úszóknál nagyon gyakori a vállsérülés, folyamatosan nyírják az izületeiket, koptatják a vállukat. Nagyon fontos, hogy ezt modern szemlélettel és az új ismereteknek megfelelően építsék fel az úszóedzők, hogy hogyan tudják elkerülni ezeket a sérüléseket. A fiatalok saját polifómot és gumiszalagot kaptak a feladatok begyakorlásához, melyekkel remélhetőleg már a következő versenyeken tudják hasznosítani a most tanultakat.